Sziasztok! A mai téma egy nagyon érdekes kettőségről fog szólni. Ez nem más, mint a harcsa körül kialakult kettőség. Egyrészt imádjuk a harcsát, másrészt nem szeretjük, vagy utáljuk, üldözzük, vagy a módszert üldözzük, amivel megfoghatjuk. Vagy az eszközöket üldözzük, ami hozzásegít a megfogásához. Talán a pozitív oldalást, vagy hogy, vagyis, hogy szeretjük a harcsát, nem kell magyarázni, hiszen melyik az a horgász, valljuk be őszintén, hogy melyikünk az a horgász, aki ne szeretne kapitális harcsát fogni egyszer valamikor az életében. Tehát ez mindenkiben benne van, hogy igen, én is szeretnék kapitális harcsát megfogni. Vagy akkor ez lehet egy 20 kilós is, tehát nem kell brutális nagy harcsára gondolni. Na, de nézzük az árnyi oldalát a dolgoknak. A harcsák üldözése az egyrészt egy tévhitőből adódik, meg pedig abból, hogy ugye a harcsák kieszik a pontjukat. Ez egy alap, de hát ettől sokkal mélyebben be lehetne menni a dolgokba, de valójában ez egy tévhit, tehát nem azt jelenti, hogy nem esznek, pontyot a harcsák, hanem azt, hogy nem olyan arányban, mint gondoljuk, hogy nincs az, hogy beletelepítek egy tóba pontyot, és az ki fogja enni a, a harcsa. Ki fogja enni, ez igaz. De nem a harcsa, hanem a horgász, aki kifogja, hazaviszi és megeszi. Tehát elfogy az a pont valóban, de ne fogjuk a harcsára. Vannak szabályok, amik majd szerintem hozzásegítik ahhoz ezeket a dolgokat, hogy lesz tisztuljanak, és a, ezek a butas szabályozási tiltások meg egyebek végre eltűnjenek. Na, de nézzük is a, tovább a dolgokat, erről a negatív oldalról. Vannak a módszerek, amiket még tiltás alá vettek, a, elsősorban harcsa miatt. Benne van mondjuk még a süllő is. Például itt van egy nagyszerű módszer, egész Európában, ö, sőt, talán az egész világon eredményesen űzik ezt a módszert. Bejött Magyarországra is. Hát, sok harcsát fogtak vele. Sőt, mert hogy túl sok harcsát fogtak vele, nem, hogy lehet, hanem biztos is, hogy túl sokat és szemet szólt. Hát mit csináljunk? Hát tértsük le a módszert. Ez nem más, mint a sleppelés. Tehát letiltottuk a sleppelést nagyon sok vizen. Ezzel persze hát nem bírták úgy megfogni a harcsát, de mondjuk jött a vertikális módszer. Egyéb módszerekkel ugyanúgy megfogják. Tehát alapvetően azt a problémát, hogy elviszik a halat, mert a módszert nem azért tiltották, ez csak én mondva csinált okokat találtak ki rá, hogy hát mert mert akadályozza a lesföljáró hajó, meg, meg kívülről akadnak a halakba. Eleve kívülről akadt halat nem tarthatunk meg, már is megbukott a történet. Mert igazából az volt a probléma mindenhol, hogy túl sok halat kifogtak a horgászok, és azokat mind elvitték. Na ebbe az évben nagyon sok helyen bejött olyan szabályozás, ami szerintem ennek gátat szab. Van ugye, nekünk egy darabszám korlátozásunk, ami egész évre vonatkozik, tehát nem csak egy adott napon, hanem egy adott évben megvan, hogy 50 darab halat vihetek el az egész évben, ami azért nem kevés. No, de hogyha mi van, hogyha én extrém esetben 50 darab 100 kilós harcsát fogok? Az azért, az azért piszok tehát azért értékben az, az valahogy nem állja meg a helyét, hogy én kivártok egy elengedést, valaki fog az egyik mondjuk 50 darab halat, 50 darab kilós halat elvisz, az 50 kiló, vagy 5000 kilót, hát azért nem, nincs meg a mérlegnyelve, de nagyon helyesen 50 kg határ is van. Tehát ez egy nagyon jó dolog, így meg van akadályozva az, hogy tényleg ezek, ezek a szabályozások amik létrejöttek, ezeket végre talán el lehet törölni, ha egy picit átgondolják majd a, ezeket a szabályozásokat. Mik vannak még, amik harcsa miatt létrejövő dolgok? Például, persze nem csak a harcsa, mert a, a csak a harcsa miatt, Na itt van ez a jó kis segédik a haradar, vagy a szonár, nevezzük Hardarnak, tehát szonára hivatalos neve, de Hardarnak, mert sajnos Magyarországon így nevezték el, mert hal radar. Ha nézem a halat, hogy hol van. Ez nem így történik, ne így senki, hogy Hatta! jó, oké, látom a halat. Tehát nem azt mondom meg, meg tényleg ez nagyon komoly technika. Lehet vele tényleg, ha annyira akarom követni halat, de nem az a leglényegesebb, hanem sokkal lényegesebb, hogy például én idősporlok vele, vele. Tudom, lehetne egy darab bottal is leszorkálni, keresni a töréseket, esetleg megtalálni az zakadókat. Sokkal-sokkal több időbe telik egy adott területet átvizsgálni, mint egy ilyen komoly Ardarra, mint például nekem is van. Ettől egyszerűbben is gyönyörűen át lehet száz egy területet. Látom, hogy hol vannak a törések, helyek, esetleg egy kövezésben, a mederben. Ez mind-mind egy haltartóhely. Azt meghorgázva, sokkal eredményesebb tudok lenni, és nem tudok több halat elvinni, mert megvan ez a kilogrammos szabály. Tehát hiába van haradarom, a haradar nem jogosult fel arra, hogy több halat elvigyek. Viszont életet menthet. Ezt mindig elmondom, és nem győzöm elégszer elmondani, hiszen van benne egy GPS alapú térképünk, hiába van telefonunk, az nem olyan pontos, itt van egy GPS alapú térkép, meg vannak a hajózási útvonalak, rajta vannak a bóják, látom, hol közlekedtem. Tényleg, hogyha extrém esetben ezt már kipróbáltuk, egyikünk figyelte a vizet, a másik vezetett, és csak kizárólag a képernyőre koncentrálva, ugyanazon az útvonalon elment mindenféle probléma nélkül egy kisebb csatornán, vagy bárhol, tehát Gondoljuk el, hogy ha egy köd ránk száll, az olyan, mintha becsukjuk a szemünket, semmit nem látunk, megpörgetnek, azt se tudjuk, merre vagyunk arccal. Tévével, ha van egy ilyen készülékünk, akkor tudni fogjuk, és tényleg életmentő lehet egy ilyen készülék. Tehát ezért nagyon fontos egyrészt, másrészt meg, hogy oké, hogy nem oké, nem oké, hogy tiltják, de ezzel még mit tiltanak be? Például az, hogy én a hátam levet mögött lévő motornak a, a, olajnyomását, vízhőfokát, fordulatszámát, stb. nagyon sok mindent ellenőrizni tudjak. Például ezt is letiltják, mert hogyha nem használtam, akkor nincs meg a magyarán a hajónak a feldézeti kompjútere. Le van tiltva az is, hogy az elektromotorral összekössem a haladomat, mert nem tudok pontosan navigálni az elektromotorral, nem tudok tökéletesen horgonyozni. Tehát nagyon-nagyon sok dolgot úgymond megtiltanak még ez mellett, és hát egy, egy jogalkotásnak mindig az a lényege, hogy mi volt a, a jogalkotónak a célja ezzel a szabályozással. Például a sleppeléssel az igazi célja az volt, hogy ne vigyenek már annyi halat. Elérte a célját? Hát ha úgy veszük, részben igen másrészt meg nem. Nem azt ért el. úgy érjük el azt a célt, hogyha tényleg leszabályozunk, hogy ennyi halat elvihetsz, és kész. Ha kifogsz többet, akkor köszönjük szépen. Most akkor a módszert, ha valami nagyon eredményes, akkor bocs már, de ne használd. Ez olyan, mintha forgalomba, autóforgalomba azt mondanánk, hogy hát jó, hát egy felelőt ne használhassál már közúton. Vagy egy nem kell felrajt mondanom. Tehát aki, ami 130 nál többet megy, azt hes, ne lehessen levizsgáztatni. Szerintem az autók 90%-a forgalomba ki lenne most volna. Tehát ez pont egy kicsit ilyen nagyon extrém hasonlat volt talán, de, de azt mondom, hogy ne tiltsuk már a, az új dolgokat, a technikákat, inkább, inkább tényleg Hozzunk olyan szabályokat, ami, ami ami, tényleg eléri a célját. Tehát tényleg ezt nagyon jónak tartom, hogy bejött végre ez a szabályozás, hogy nem csak darabszám, hanem kilogram is hozzá tartozik az egészhez. És hát sajnos megvannak ezek a horgászok, nem is nevezném horgásznak, akik azért várják ki az engedélyüket, hogy esetleg eladják a halat, nem hogy esetleg, hanem eladják a halat és hát ezeket megakadályozzuk, ezeket a dolgokat, és végre tényleg a hobbi, hobbinknak élhessünk, arra azt a kis időt, amit ki tudunk jönni, hatékonyabban tudjam megtenni, hiszen itt van egy radar, biztonságosan ki, ki, tudjak jönni, itt van egy radar, egy bizonyos módszert, ha kitalálok, akkor ne azért tiltsák már le, mert túl sok halat fogtam vele. Miért kell ezt letérteni? Ha szabályosan, horoggal megfogom, ami, ami szabályos tényleg, akkor, akkor mi a probléma vele? De szájba persze, nem kívül külső akadással. A másik, még, még azt még megemlítem, hogy a haradar első tiltásának, ugye megint egy pici érdekes dolog, hogy így volt megfogalmazva, hogy a, a vermelő halak védelme érdekében. Rendben van, védjük a vermelő halakat. Oké, de valami nem stimmel nekem, mert a vermelő halakat ugye területileg védjük. Tehát vannak bizonyos területek, amik azért vannak letiltva, mert ott vermelnek a halak. Meg még tiltjuk a radat, mert, mert, védjük azokat a vermelő halakat, amivel le vannak télföl de hát ott nem horgászatok, akkor, akkor most mi van? Tehát van egy kis zűzol az egészbe. sajnos Mindegy, kimondom, de nagyon sok olyan törvényalkotó van, aki például nem tudja ezeket az eszközöket, hogy nem arra találták ki, hogy kiírtsuk az összes sarcsát vele, meg hasonló dolgokra, hanem, hanem elősegítse a horgászatunkat. Ha valaki akar tényleg meg megéljünk már úgy, egy kicsit a témának a lezárasaként talán még ezt elmondom, éljünk úgy, hogy ha te vagy bárki szeretne úgy horgászni, hogy ő úgymond azt mondja, hogy én ezt a technikát nem szeretem. Én nem akarom alkalmazni. De, de nem mondjuk azt a másikra, hogy te se alkalmazd azt a technikát. Ha te, ha valaki egy darab evezővel, hagyományos módszerrel, egy bambuszbuttal akar kimenni, és egy sima zsinórral, egy horoggal lógatva, egy egy úszóval akar halat fogni, ám tegye meg. Megteheti bármikor. Másik miért nem teheti meg az, hogy egy hardarral, vagy harda segítségével delítse fel a területet. Tehát ne akadályozzuk egymást, éljünk meg egymás mellett szépen, és mindenki élvezze végre a horgászatot. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Egy kis vita biztos, hogy kerekedik erről a dologról. Kérlek, írjátok meg a kommentbe ti is a véleményeteket, és éljünk békésen egymás mellett. Köszönöm szépen, hogy megnézted a mostani videómat is. Ne feledd el, találkozzunk jövő héten szerdán 20.30-kor. Sziasztok!